Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus elment hazúról és leült a tópartján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Íme kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az utcára esett, jöttek az égi madarak, s ezek mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hisz nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forrón tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek tövisek közé estek, és mi, amikor nőni kezdtek, a tövisek elfojtották őket. De a többi szem jó földbe hullott, és termést hozott. Az egyik 100-szorosat, a második 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Akinek van füle, hallja meg. Ezek az evangélium igény, per evangelica dicta. Krisztusban szeretett testvéreim, Szent Pál apostolnak a római hívekhez írt leveléből felolvasott részlet érthetetlen az első kijelentés, az utolsó kijelentés nélkül. Az első kijelentés ez volt. Úgy gondolom, hogy ennek az életnek szenvedései nem mérhetők. Egyszerűen nem hasonlítható az eljövendő dicsőséghez, melynek részesei leszünk. Honnét tudja ezt? Az utolsó mondat választ ad rá. Mi, akik a lélek csíráit bensőbe hordozzuk, sóhajtozunk és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását. Igen. Tehát szembeállítja ennek az életnek szenvedéseit az első kijelentésben az eljövendő dicsőséggel. Ez honnét tudja, hogy milyen dicsőség vár ránk? Hát az Úr Jézus tanításából. Aki megmondta, hogy feltámasztja a halottakat, és kezdődik egy boldog örök élet. Csak hogy Jézus nem tanár, nem professzor, nem filozófus. Az ő tanítását nem fogalmakba tudjuk csak megragadni, hanem az ő tanítása, mivel Isten fia, nem fogalomalkotás, hanem fogantatás. Miközben valaki hisz neki, abban a pillanatban belül a személyisége mélyén föl lesz emelve az Isten életre. Ez jelenti, hogy magvető. Ez nem allegória, hanem szentség, szimbólum. Az ember személyének ben legmélyén változást eredményez. Életmagok vannak bennünk, és azok kezdenek csírázni, ha valóban hiszünk Jézus Krisztusban. Igen. Tehát aki hisz Jézus Krisztusban, annak van egyfajta belső tapasztalat arról, ami majd lesz. És mi lesz? Erről szól az utolsó kijelentés. Az eljövendő világ, amikor testünket is megváltja, vagyis dicsőségesen föltámasztja. Tehát a kereszténység nem egy meseszerű, boldog világ végében remélt csupán, még akkor is, ha Jézusnak hitelt adunk, és akkor hát az ennek az életnek a szenvedéseit hogyan tudjuk összevetni azzal az eljövendő dicsőséggel, hanem az eljövendő világ csírázó magvai bennünk vannak. Erre kell irányítani a figyelmet. Szent Pál nem annyira a jelent állítja szembe a jövővel, ezt a jelenbeli sok szenvedést, betegséget, kudarcot, gyűlöletet állítja szembe egy világvégi boldogsággal, hanem a felszínt a mélységgel.
az az eljövendő világ bennünk csírázik. Azt hiszem, hogy aki ezt elfogadja, és egy tapasztalatra jut, akkor tér meg egészen Krisztushoz. Tehát amíg ez az élet van, és majd valamikor egy csodaszerű boldog élet, és ez úgy szét van választva, addig mindig összeomolhat a keresztény hit. Mert nagyon nagy szenvedések érhetnek bennünket. És hogy vigasztal bennünket, hogy majd akkor azt ér meg, aki arra döbben rá, hogy az eljövendő örök élet, az Isten fiúság, az Istennel való közösség csírái benne vannak. Igen. Ez azt jelenti, hogy a Szent Lelket kiárasztotta a szívünkbe, énünk legmélyébe. És ott össze vagyunk kapcsolva az Istennel. Innét érthető Szent Pál első megállapítása nem a jelent a jövővel veti össze igazába, hanem az életnek ezt a tapasztalató felszínét, amit minden nap élünk, azzal a mélységes valósággal, hogy ott bent a szívünk, az énünk, a Szent Háromság Istenre van rákötve. Ott nincs halál. Egy élet egység Krisztussal. Kedves testvéreim, ezen gondolkodjatok el. Ha ez a fordulat, és ez a keresztény misztika nem látomások, hallomások, nem jelenések, hanem ez, hogy az eljövendő világ csírái bennem vannak, hogy a hit, remény és szeretet által Istennel egy olyan kapcsolatban vagyok, amely örök kapcsolat. Testvérek, nem amikor imádságokat mondok, mert akkor az eszem másút is járhat, hanem amikor tényleg imádkozom. Talán szavak nélkül is. Istenem, rajtad kívül nincs senkim. Akkor ebben a pillanatban, mivel ő velem kapcsolatot akart fölvenni Szent Fiával, és megadta nekem a Szent Lelket, hogy hinni tudjak, ott, ahol imádkozom, ott nincs halál. Hozzámegyünk, és benne fogunk lakni. Hát a változás nem megy végbe, mindig veszélybe van a hit. A világ támadásai, az erkölcsi kísértések, az egyház állandó rágalmazása, a sok tévtanítás úgy neked zúdulhat, hogy az egész összedől. Hogyan is mondhatná Szent Pál, hogy a jelen szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, azt az eljövendő dicsőséget nem tapasztalta volna meg. Csak azt lehet összemérni, és azt mondani, hogy összemérhetetlen, amit megtapasztaltam. Testvérek, nagy dolog a keresztény hit. Majdnem semmi köze nincs az egyéb hívésekhez. A názareti Jézus az élő Isten fia, az ő énje, a Szent Háromság második személye, ez a kereszténység. Hát nem tanuljuk meg, az egész össze fog omlani. A mi hitünk nem ér semmit. Hogy az, aki megszólal, Mária fia, az az én, az az örök Isten második személye. És amikor én nekem tanít és kinyilatkoztat valamit, és én elfogadom, akkor nem az történik, mint egy professzor előadását elfogadom, hanem még közben életet is ad. Aki bennem hisz, annak örök élete van. Ha én a názareti Jézusnak azt mondom, hogy te Isten fia vagy, és nem csak mondom, hanem ezt tudom. Ez azért történt, mert én is Isten gyermek lettem. Ha a kiskutyád úgy köszönne neked, hogy jó napot, szervusz, akkor szerinte, hogy ember lenne. A Szentlélek fölemelt Krisztus ismeretére úgy, hogy engem is részesített az ő isteni természetében. Testvéreim, enélkül a kereszténység ideológia
És újra kell téríteni, meg kell térnünk nekünk papoknak, a püspököknek és nektek híveknek. Azért nincs sok hívő most, mert az egyháznak újra meg kell térni. Ez az a pont, ahol keresztény vagyok. Ez az a pont, ahol semmiféle vallással nem hasonlítható össze. Jó maga az Isten igéje, nem hasonlat. Ha én befogadom Jézus tanítását, akkor egy életet is fogadok be. Jézus a teremtő Isten. Tehát ha azt mondja, hogy szeretlek, akkor ő Isten fiúvá tett téged, hogy szerethessem. Mert egy alattam levő lényt nem lehet igazán szeretni. A kutyát, macskát nem szeretjük, az más. Kedveljük. Csak valakit lehet szeretni. Egy Isten csak egy Isten tud szeretni. Tehát azt mondja, hogy az Atya szeret titeket. Én szeretlek titeket. Az azt jelenti, hogy fölemelt az isteni természetben. Hogy ott bennünk egy élet csirázik, de nem biológiai élet. De azért megtapasztalható valahogy. Megtapasztalható. Pontosan az imádásban. A hitben. A reménységben, hogy amikor minden összeomlik, haldoklókról beszéltünk tegnap. És amikor az a haldokló eddig nem is áldozott 40-50 éve, mégiscsak meggyónik, megáldozik, megnyugszik. Minden el van intézve. Nem a halál a kérdés, hanem az Istennel való élet. Mert nélkül ez az élet is egy élő, halott állapot, nincs értelme. Szent Pál apostol, amikor azt mondja, nagyon sokat szenvedett. Sok verést kapott. Tengeren, mikor vitték Rómába, a hajó összetörött. Hihetetlen katasztrófa. Gyűlölettel találkozott. Megtapasztalta mindazt, amit az ember szenvedhet. Testében is. És azt mondja, nem mérhető ez össze. Tehát nem az, hogy nagyobb az a dicsőség, amit egyszerűen nem szabad összemérni. Innét lehet elfogadni az élet szenvedéseit. És nyilvánvaló nem egy csupán beígért távoli örök életre hivatkozik, hanem egy belső tapasztalatra. Egyébként minden vasárnap megtapasztaljuk az igének ezt az éltető erejét. Egy hétig fönntart bennünket, utána összeesnénk. És a Szent Mise, az áldozás, ahol Krisztust én beengedem az életembe. Hol van ott a halál? Nincs halál. Igen. Ezt jelenti, hogy bennünk csírázik az örök élet. És a ma hallott evangéliumnak a magyarázatában az Úr Jézus megmondja, hogy azért vigyázzunk, mert el lehet folytani ezt az életet. Hallgatja, de nem érti. Az a keresztény, aki idáig nem megy el a megértésben, az nem érti Krisztust. Az egy 2000 évvel ezelőtti mítikus történetről, hogy volt egy különös ember, a Jézus Betlehemben megszületett, hát most karácsony van, aztán kivégezték, meghalt, talán fel is támad, és vége. És hát mi neki hiszünk. Nem ez, a föltámadás az, hogy itt van. 40 napon át megszoktatta az egyházát arra, hogy ő jelen van közöttük, akkor is, ha nem látják. Ez a föltámadás. És kiárasztotta a Szent Lelket. Vagyis összekapcsolta az ember belső ényét az Istennel. Ha valaki ezt nem érti, akkor a gonosz kiszedi a magvakat, ez az az útszélre hullott mag. Egyszerűen csodálkozunk sok katolikus embere, hogy bírja ki ezeket a miséket, meg a karácsony, meg a húsvétot, ha ezt nem érti. Egyébként Szent Pál apostolnak is azt mondták, hogy nem értjük a predikációidat, és nagyon kemény volt, csak az nem érti, aki elkárhozik. Ezt mondta. Nem akarja érteni, hogy Isten benne kezdett egy örök életet. Aztán a köves talaj. Befogadja ugyan az igét, de a szorongatás és az üldöztetések idején elpártól. Mikor valaki azt mondja, hogy a kommunizmus alatt nem lehetett ám templomba menni, mi az, hogy nem lehetett?
feladta a lelkét, megalkuvott. Az üldöztetés és a szorongatás idején ezt feladja, mert a felületennél neki csak ez a habzó, látható, fogható, érzéki élet kell. És elveszi azt a belső életet. Aztán a tövisek közé hullott, meghallgatja, de a világi gondok meg a csalóka vagyon. Most nincs üldözés. Többen voltunk a templomban Rákosi korszakban. Mert nagyobb üldöztetés az, amikor jól megy a dolgunk. Megveszik a zsírjában, ahogy mondja az orosz is, meg a magyar. A jómódban úgy érzi, hogy nem kell nekem Isten. Azt hiszi, hogy ez egy örök élet. Egyszerűen ez a civilizáció és ez a technika, ami ragyogó, amit meg kéne köszönni az Úristennek, nem értünk meg rá. Egy ragyogó civilizációba egy félelmetesen szégyenletes szellemi sivársággal élünk. Valami hihetetlen. A világi gondok meg a csalóka vagyon. Mert ugye hát az ám a lényeg. Mi a lényeg? A kenyér. Nem csak kenyérrel él az ember. Százszor elmondtam már, hogy milliómos gyerekei felakasztják magukat, és odaírják, hogy nem tudok közöttetek élni, pedig nem csak kenyerük volt, hanem a kenyérre való is. Nem csak kenyérrel él az ember. Amikor engedjük, hogy a földi gondok teljesen behálózzák a lelkünket, és akkor elfolytják ezt az isteni életet bennünk. Egy lelki gyakorlat végén vagyunk, a világi ferences testvérek és nővérek jöttek el, és hát ez az evangéliumi részlet lezárja a lelki gyakorlatunkat. Egy szellemes francia pap azt mondta, hogy ez egy evangéliumi teszt. Vajon magadra ismertél-e, amikor arról volt szó, hogy útszélre hullott mag? Magadra ismertél-e, hogy köves talaj vagy? A szorongatások, a szenvedésekben elfelejted Istent. Magadra ismertél-e a tövises talajba, hogy úgy neki adjuk az életünket a földi gondoknak, hogy elfolytja az imádságot, nincs már Isten kapcsolata. Hát akkor melyik a jó föld? Most jön a tesztnek az eredménye. Az a jó föld, aki az előzőekben magára ismert. Aki azt mondta, hogy bizony olyan vagyok, mint a köves talaj. Bizony olyan vagyok, mint a tövises talaj. Vagy olyan, mint az útszéle. Mert ezekben már most csírázik a mag. Amen.